megcsinálják rajtad a műtétet. Az első két hétben az meg üvöltés reggel. Basz meg. Érted, hogy mire gondolok? Borzalma. Tomi, így a sört. Dani, basz meg, olyan színe készülök, hogy most még is sört iszok. Soha nem kívánom senkinek. Csak az ellenségeimnek, basz meg, a reggel úgy ébrenek, ébredjenek. Hogy... Ha nem jutunk, figyelj, és ez neked legyen... Légmáci? Nem, jó, nincs semmi. Ha ez neked legyen dicséret. Én remélem, hogy bejutunk bulizni. Ha nem jutunk bulizni a Tomival, aki az unokatesom, és nem buliztam vele két éve. Ha nem jutunk bulizni, de veled megismerkedtünk, és te jó fej vagy. Ami igaz, bocs. Igen. Már megért az eset. Ennyi. De hát most azért egy jó emberrel megismerkedni sokkal jobb, mint egy jó bulizni, nem? Itt van. Most ezt komolyan mondom. Többet ér. Többet ér. Többet érd már, de már nem, tudom, nem, egy jó. De most nem akarnak téged azt. Nem vagy az a fajta, aki azt érzed, hogy kurvára belőle baszta, és elszaladt haza. Te jó fej vagy. Az vagy már két óra. Menjél. Tudom. De ne, két óra van, menjél. Menjél haza, én ezt tök értem. Itt voltam a fél. De te attól függetlenül... Te attól függetlenül... Én meg cigizet nézd. Magad is gyújtsd meg, meg a köcsöt hegyét alatt. Soha ne tegyed magad körül, hogyha az első két héttől félsz. Nekem, és akkor utána első, amikor felállt, nem bévizért? Ugye vagy? Amikor első felállt, azért mert éles helyzet volt, annyira nem zavart, hogy hihetetlen. Annyira nem zavart. De nem viccelek, hogy egy hónap kell hozzá. Egy hónap kell ahhoz, hogy zavarjon, hogy felállt. Addig minden reggel négykor ébredsz arra, hogy aaaaaah! A szar. Most már add már el magad, bazd. Nem adom el magam, bazd meg. Gondzsidónal. Dani, bazd meg, gondold végig. Felállok, össze van barva, bazd meg! Üvöltesz reggel, arra ébredsz, hogy üvöltesz. Üvöltesz. Nagyon